hetekkel az ifjúsági világtalálkozó után kezembe került ez a nyakpánt, amelyen egy imádságot látok. Ezt nem ott kint kaptuk a portugáloktól, hanem ezt innen vittük magunkkal, de többször elimádkoztuk az Úrral való egység imáját. Hogyan találtátok meg ti az Úrral az egységet a világtalálkozón? Az, hogy ott vagyunk ennyien, és mind azért vagyunk ott, hogy találkozzunk Jézussal, ő érte vagyunk ott, ő hívott minket, ez megerősített engem a saját hitembe, hivatásomba, hogy vagyunk sokan fiatalok, és mind jó Isten hívott meg. Mindenki ugyanazokkal a motivációkkal érkezett ide, és tulajdonképpen ez a 1,5 millió ember, bármennyire is különböző helyekről érkeztünk, különböző kultúrákban nőttünk fel, mégis egy dolgot képviseltünk ott Lisszabonban. Nagyon sok minden volt, ami így aggasztott, vagy inkább rosszat gondoltam róla, de így mégis minden napban volt valami szuper jó, ami segítette kicsit így visszarángatni a lelki életbe. Én ezt az egységet így az utolsó napi vírasztáson tapasztaltam meg nagyon erősen, és ott is abban, hogy összegyűltünk, és irtozatosan hangosak voltunk. És eljött ez a pont, amikor kitették az oltári szentséget, így Jézus Krisztust, tőlünk egyébként kilométerekre, vagy hogy szabad szemmel nem is volt szinte látható. De ott azon a ponton 1,5 millió ember csöndben maradt. Akkor erőt én semmiben nem tapasztaltam, mint hogy tényleg mi 1,5 millióan egyszerre hallgatunk. Érdekes, amiket mondtok, mert ebben az imádságban is az van benne, hogy csöndben figyeljünk egymásra és a mennyi atyára. Tudtatok csöndet tartani a hetek során? Volt egy olyan pont, amikor nagyon elegem lett így a tömegből, és csak így kerestem egy ilyen üres utcát így Lisszabonban, és így beültem egy ilyen háztövébe így imádkozni, így rózsafűzérezgetni, és nagyon különleges élmény volt. Különböző országok fiataljai találkoznak, egymás táncait vagy kultúráját tanulják el egymástól. És mi is ebben a vidám együttlétben, tömegben ott mozogtunk a barátaimmal, mikor egyszer csak odaérkeztünk egy templomhoz, amire ki volt írva, hogy 0-24-ben nyitva van. És hát gondoltuk, hogy benézünk. És szentségimádás volt éppen, tele volt a templom, és mi is ott ragadtunk. Amikor így mindenből így már kicsit sok volt a meleg, mi is találtunk ugyanígy egy templomot, egy nagy főbejárat az még zárva volt, de hát mi nagyon be akartunk már menni, hagyd nézzük már meg, és egy kis ajtón oda mentünk egy kedves portugál asszonyhoz, és ő beengedett minket, és ugyanígy szentségimádás volt bent, és olyan csöndesség volt bent a zsivajból betérni ebbe a csöndességbe, és látszott mindenkin, hogy nagyon fontos volt, és így kijött mindenki utána, és hogy így felszabadultan újra, neki a tömegnek, neki a melegnek, fedezzük fel újra a várost. Tudtam róla, hogy a tezei testvérek is lesznek Lisszabonban, és lesz egy külön templomuk, ahol ilyen imaórákat tartanak, és teljesen véletlenül jártunk amúgy pont akkor arra felé, amikor éppen elindult egy imaóra, és ott Ágihoz hasonlóan nekem is egy remek Isten élményem volt, mert becsuktam a szememet, és így csak így percekig csukott szemmel hallgattam a zenét, és akkor még énekelni is énekeltem, és egyszer csak kaptam egy ilyen képet, hogy Jézus csak úgy, mint egy turista, így leül mellém törökülésbe a szőnyegre. És akkor én onnantól kezdve igazából sírva imádkoztam tovább, de akkor egy ilyen teljes csend és nyugalom szárt rám, és még 1,5 órát bent voltam a templomban. Milyen szép az, hogy megvalósul az a néhány szó, amit ebben az imádságban kimondunk több százezer fiatallal, amikor együtt vagyunk. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsen, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforjon.
Ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért.